Óriási várakozás előzte meg a KTF Ferencváros labdarúgó mérkőzést. A már bajnok Ferencváros másodszor is vereséget szenvedett a kecskeméti Széktói stadionban. Tehát ház 5000 néző fogadta a KT és az FTC játékosait a szombati mérkőzésen. Alkalmazott taktikaként inkább a játékrendszert vettük figyelembe, nem a játékosoknak az egyéni képességét. Most már itt van az összeállítás, nem is csalódtam ebbe, például a kapus poszton is egy-egy poszton azért cseréltek. Nagyon erős a Fradinak a kerete, és külön játékosokra nem érdemes szerintem készülni, úgyhogy ez egy csapatban látjuk igazából a lehetőségeinket, hogy csapatként úgy játszunk, úgy koncentrálunk, és nagyon motiváltak leszünk. A presztízs ma igenis egy fontos szó a részünkről, hiszen bajnokként bajnoki játékot kell ma mutatnunk, és a Kecskemét ellen már két mérkőzést játszottunk, egyszer kikaptunk, egyszer pedig döntetlent játszottunk, úgyhogy nagyon fontos egy jó mérkőzést játszanunk ma. Úgy gondolom, hogy ahogy egész szezonban is meccsről meccsről haladtunk, és minden egyes mérkőzésen a legjobb formánkat kell nyújtanunk, úgyhogy ez úgy gondolom, hogy a mai nap se lesz másképp, és a maradék két mérkőzés se ebben a szezonban sem. A hazai keretből Szódovszki hiányzott, még a másik oldalon fél csapatnyi játékos kapott pihenőt. A KTN kezdett jobban, letámadta a már bajnok ellenfelét. Horvát és belényesi fejesét Bogdán könnyen hárította. Majd Ovoszú lőtt 16 méterről, de Varga is a helyén volt, és vetődve kitolta a sarokba tartó labdát. A 34. percben Zeke belényesi tolt volt a labda útja, tehát a Fradi védői nem tudtak közbeavatkozni, tisztázni, sőt, Szalaival sem tudtak mit kezdeni. A szünet után keményebbé vált a találkozó. A Fradi nem tudott Maé nélkül eredményesen támadni. Maét Vágó folyamatosan sanyargatta, azaz apró szabálytalanságokkal elvette a támadó játékkedvét. A játékvezető összesen 8 ságalapot osztott ki, ebből Abena 2-t is kapott, és így a 73. percben befejezte a mérkőzést. A megfogyatkozott Fradit a 86. percben Tóth Barna mattolta. Remek labdát kapott Knustertől, az öltfejerek védőjétől, és csatárunk kapásból szépségdíjas gólt lőtt. A 93. percben Mayer a felső lécet is eltalálta, tehát lehetett volna akár 3-0 is a KT javára. Most bátrabban játszottunk, mint az első két meccsen, ez ki is fizetődött, úgyhogy szerintem ez a titok. Nyilván bajnokként játszani mindig nehezebb, mert mindenki mindenket akar megverni, szerintem ez ma is látszódott. A Kecskemét nagyon-nagyon motivált volt, ezt az első percről lehetett látni. Sajnálom, hogy ma is felül tudtak minket múlni, tanulni kell belőle. Most nyilván mondhatnánk a körülményeket, hogy a pálya nem volt az igazi, de hát most ez nekik is pont ugyanolyan volt, tehát ezt felejtsük is el. Igen, azt mondom, hogy a körülmények egy kicsit az ő kezükre játszott, de mi tudtuk, amikor ide jöttünk, hogy mi vár ránk. Próbáltunk is teljes mértékben felkészülni rá, viszont ma ez nem jött ki. Ez a 9 pont mutatja a két csapat közti különbséget, és még annak ellenére is, hogy volt az az 5 meccses rossz széria, én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó évet zártunk, és ezen a két meccsen ezt még meg kell mutatni. A KT a szezonban 3-szor találkozott nagy nevű ellenfelével, és a megszerezhető 9 pontból 7-et magánál tartott. Két forduló még hátra van, még nincs meg az ezüstérem, erre még várnunk kell. Az viszont már biztos, hogy a Vasas kiesett az első osztályból.